közül jüridikákat adtak. És hát elég fiatalon elkezdtem kutatni és publikálni. Az első cikkeim azok valamikor a 73 táján jelentek meg. Azok, ha valamit publikáltam belőle a valóságban, az lakáselosztás volt mindenek előtt a Szerény Iván hatására, de én vállalati lakásépítést néztem, nevezetesen a Ganzbávag, az Egyesült Tízó és a Csepel Vas és Fémüveknél volt egy ilyen lakásépítési akció. Röviden annyit találtam, hogy szociálisabban vannak elosztva ezek a vállalati lakások, mint hogyha amikor a tanács osztotta el. És ez azért volt, gondoltam én akkor, mert hogy tudatávállátása volt egy üzemnek a dolgozóinak arra, hogy kikap lakást, és ettől a dolog valamennyivel szociálisabb volt, mint hogyha ez állami, illetve tanácsi elosztás lenne, amire nem lehet rálátni. Aztán már a pénzben és természetben bocsánat, nem tudjuk, mi történik. János visszajön, és nem szakad meg újra. Látok, hallottok engem? Igen. Nem látom, igen, de hallom. Én nem nyúl, én semmihez nem nyúltam hozzá, nem tudom, hogy ez micsoda. Jó, akkor most próbálj meg úgy, akkor próbáld, nem tudok mit mondani, próbálj meg tovább beszélni. Jó, hát mi mást lehet tenni? Kapcsold be a mikrofonodat, kérlek. Én úgy látom, hogy be van kapcsolva a mikrofonom. Be van kapcsolva a mikrofonom, hallottok? Halló. Hallunk el. Igen. Akkor megpróbálom folytatni. Szóval a jövedelemfelvételekben, a KSH által nézett jövedelemfelvételekben, ami 63-tól voltak, ezek szerepe, ugye a pénzben és természetben juttatások azok a részei a jövedelemnek, és ezért ebben számoltak, csak agregált adatokat közöltek. Tehát az az oszlop az ott volt, ezt kellett megszerezni, és akkor hát körülbelül az jött ki, hogy a természetben juttatások azok ahelyett, hogy csökkentenék a társadalmi különbségeket, ugye csak akkor van értelme szociálpolitikai újraelosztást csinálni, hogyha nem növeli, hanem csökkenti a különbségeket. De valójában ez nem csökkenti a különbségeket, mint az ide vonatkozó ideológia szól, hanem növeli. És aztán ugyanezt megcsináltam, az már egy sokkal bonyolultabb dolog volt a pénzbeni társadalmi juttatásokra is, és hát mindenféle bonyolult számítások után körülbelül ugyanerre jutottam. Itt mindenféle viccek voltak, mert amikor a valóságban ezt közölni akartam, akkor előtte azért odaadták a Csikós Nagy Bélának, hogy mit szól hozzá, ő volt az anyag és ághivatalnak a nagyhatalmú elnöke, akkor ő kiadta ezt számolni a munkatársainak. A
munkatársak ezt egy pillanat alatt, azt hiszem 3 nap alatt kiszámolták, és jelentették Csiposnak, Bélának. Nekem ez a kiszámolása több hónapba tellett, mert egy ilyen kis kalkulátoron tudtam én ezt csak számolni. Mindenesetre jelentették a főnöküknek, aki egy okos ember volt, és azt mondta, hogy hát én mindig ezt mondtam. Hát nincs ebben semmi probléma, én mindig megmondtam. És akkor ezen megjelenhetett a valóságban. Úgyhogy ez volt az első, ezek voltak az első ezzel kapcsolatos kutatásaim. Aztán Csanádi Gáborral közösen végeztünk iskolaszociológiai kutatásokat. Az is egy ilyen bonyolult történet. Mi tulajdonképpen telepi munkásokról készültünk egy kutatással. Úgy volt, hogy erre van is egy kis pénzünk abban a munkásosztály kutatásban, amit az Akadémia Történettudományi Intézeténél Lackó Miklós és Kemény István terveztek végezni. Egészen odáig, amíg a pártközpont be nem tiltotta azt a kutatást. És akkor nagy baj volt, mert az a pici rész, amit mi csináltuk volna, az is elveszett. De szerencsék volt, és egy Veres Judit nevezett kiváló pedagógus kutató osztályvezető volt a pedagógiai kutatócsoportnál, megkeresett minket, hogy nekik maradt egy kis kutatási pénzük, nincs-e kedvünk az iskolakutatást csinálni. Hát őszintén szólva nekem nem volt kedvem, engem nem érdekelt az iskola akkor még, de aztán hát azt mondtuk, hogy iskola mindenhol van. Volt is az állami lakótelepen, ez a mai Havanna utcai lakótelepnek a helyén volt egy ilyen baraktelep erdélyi menekülteknek. És akkor elkezdtük ezt a kutatást csinálni. És akkor vált ez számomra nagyon érdekessé, amikor kiderült, hogy a hivatalos adatok szerint, tehát még egyszer a Művelődésügyi Minisztérium által publikált hivatalos adatok szerint, a úgynevezett kisegítő iskolába járó, akkor így hívták a dolgot. A kisegítő iskolába és kisegítő osztályokba járó gyerekeknek a 98%-a úgynevezett fizikai dolgozó gyerekek, szülöttek a gyerekek. És akkor itt az ember felkapta a fejét, hogy hát hogy létezik ez, hogy az enyhe mértékben értelmi fogyatékosok elvileg az ő számukra hozták létre ezt az iskolatípust, hogy azok ennyire aszimmetrikusan hozzanak el a társadalmi hierarchia különböző fokain elhelyezkedő szülők között. Ha most én itt megállnék, mert elég nagy léptekkel haladtunk előre, és megvárom, hát ha van valakinek kérdése, amire nagyon szívesen válaszolok, ha tudok. Nagyon halkan, de kicsit menj közelebb a mikrofonhoz, légy szíves. Jó, próbálok közelebb hajolni. Remekül hallak. Valamiért visszahallom magam.
Szóval nagyon érdekes így fiatal kutatóként, társadalomtudományi területen dolgozóként hallgatni azt a helyzetet, hogy hát mikön történik a társadalmi problémák feltárása egy olyan időszakban, ahol nagyon sokáig erről nem lehetett beszélni. És ahogy te is mondod, egy ilyen folyamatos oldódási folyamatban történnek meg ezek a kutatások és ezekről való publikáció. Az én kérdésem, mert nem ismerem a korszaknak ezt a részét, hogy ilyenkor volt egy hüvelyk új szabály a szervezetrendszeren belül, ami szerint el lehetett járni. Tudtátok, hogy mely az a közeg, ahol lehet beszélni bizonyos eredményekről, mely az a közeg, ahol erről nem lehet beszélni. És miközben ezt tudtátok, volt egyfajta társadalomtudományi aktivizmus köztetek, hogy hát azért látszik, hogy ahogy megyünk bele a 70-es, majd a 80-as évekbe, a rendszer merevsége, rigiditása valami, melyest változik. Tehát, hogy megjelent ez a fajta társadalomtudományi aktivizmus, amiről tudjuk, hogy megjelent, hiszen a Ferge kapcsán már ezt hallhattuk az előző előadásban. Tehát az én kérdésem először az lenne, hogy ezt hogyan kell elképzelni egy mai szociálpolitikus, szociológus, vagy bármilyen hallgatónak ezt az időszakot. Igen, köszönöm szépen. Ugye az legyen, hogy én válaszolok most, és nem gyűjtjük a kérdéseket, mert akkor én el fogom felejteni. Rád van bizva, Jánoskám. Nagyon, akkor én válaszolok, ha lehet. Köszönöm szépen. Nem volt ilyen szabály. Nem volt ilyen szabály, illetve annyira volt, amennyire az ember felvállalta ezeket a szabályokat. Itt voltak, akik úttörők voltak, Ferge Zsuzsa mindenképpen ilyen, bár voltak mindenféle. Az előbb említett két témával, két vagy három témával kapcsolatban is máig vannak ellentéteink köztünk, annak ellenére, hogy a fontos kérdésekben mindig egyetértettem Zsuzsával, talán ő is velem, de vannak viták, most ebben nem mennék bele. Szerény nyilván ilyen volt, Kemény István ilyen volt, akik feszegették ezeket a határokat. Mi pedig fiatalok voltunk, és azt játszottuk, hogy hülyék vagyunk, és nem értjük, hogy miről van szó. Ezek azért nem akárhol jelentek meg, ezt nem mondtam, a Valóság című folyóiratban jelentek meg, és bármilyen hihetetlen, ez olyan volt, hogy a valóságot, amit nem szabad összekeverni a mostani valósággal, semmi köze nincs hozzá. Ez egy borzalmas lap, amit csináltak belőle. Akkor a valóságot mindenki olvasta, aki számít, és biztos lehetett az ember abban, hogy egy ilyen publikál, akkor mindenki, akinek a véleményére kíváncsi, az olvasta ezt. Különösen, hogyha valami balhé van a publikálás körül. Ez nagyon hamar elterjedt, hamarabb tudtak róla, mint arról, hogy miről szól a cikk. És ugyan gyerekek voltunk még, hát én valamikor 75-ben vagy mikor jelent meg már a árrendszerről szóló cikkem, akkor én 26 éves voltam. Se a kutya nem olvasta el, de elterjedt, hogy valami balé van körülötte. A szociálpolitikai újraelosztással kapcsolatos cikkem 2 évvel ezelőtt, 24 éves voltam akkor, 2 évvel előtte, ez azelőtt jelent meg, nem akarok részletekbe belemenni, irgalmatlan balék voltak körülötte, de az is megjelenhetett végül a,
végül is a valóságban, és nagyon sokan olvasták, bárha olvasnak olyan sokan, amit az ember ír. Voltak, akik nehezítették ennek a megjelenését, és voltak, akik segítették a megjelenését. Inkább olyanokat mondanék, akik segítették, mivel itt sok eltés van, vagy közöttetek sok az eltéhez valahogy kapcsolódó ember van. Mondanám, hogy Huszár Tibor, akit általában szidni szoktak, különösen mióta nem él, Huszár Tibor remek, valami miatt remek cenzor volt, először is pontosan értette, hogy miről ír az ember. Ami azért nem árt, pedig ő soha ilyen témával nem foglalkozott, de egy pillanat alatt elolvasta és megértette, és olyan megértő volt ezzel kapcsolatban. Huszár Tiborról nem azt mondom, hogy mindig, és nem azt mondom, hogy mindenkivel, nekem inkább segített a Tibornak az elég ellentmondásos tevékenysége. Soha nem fogok rájönni, hogy miért volt. Szóval ezt sokan olvasták, és feszegetni kellett a meglévő kereteket. Tehát azt mi nem fogadtuk el, hogy volt ez a film, ez nagyon fontos volt, biztos ismeritek a Kovács Andrásnak a Falak című filmje. Ezt ezt soha nem vettük tudomásul. Könnyebb is, amikor fiatal az ember. Köszönöm. Péter, nem tudom, egy szót szólhatok. Turpál Péter vagyok tovább is az ön alatt. Hogyne szólhatnám? Szerbusz János, örülök, hogy hallak. Amit mert egy Klára nevezetű hölgy van a nevek. Igen, a feleségemnek a neve, csak az én számítógépem nem. Kocsáss meg! Semmi, én kérek elnézést. Tehát két, hát nem tudom, apróság. Szóval a Hubay Laci Lászlónak a kérdéséhez annyit hagyd tegyek már hozzá, ugye korban szerintem néhány évvel idősebb vagyok, mint te, hogy az egy érdekes tanulmány lenne, hogy azok között, a viszonyok között, amelyek között éltünk a 70-es évek elején, 60-as évek végén, 70-es évek elején, közepén, mit lehetett és mit nem lehetett, és kinek lehetett és kinek nem lehetett. Itt csak annyit jegyeznék meg, hogy én úgy gondolom, hogy addig, amíg nincs feltárva, hát nem is biztos, hogy ez érdekes vagy fontos, Huszár Tibor és Atrél Györgynek a kapcsolata, addig Huszár Tibornak a mozgás lehetőségét, és azt, hogy mit támogatott és mit nem, mert úgy igaz, ahogy a János mondta, addig én úgy hiszem erre a kérdésre valódi választ nagyon nehéz adni. A másik meg az, hogy tényleg nagyon régóta ismerjük Jánossal egymást. János, ne haragudj, és amit elmondtál, hát, hogy azt nagyjából meg is éltem, ismerem, olvastam is, meg az utolsó írásokból volt szerencsém feleleveníteni a történteket. Viszont fogalmam sincs, hogy te hogy lettél szociológus, hiszen ebben az időszakban, hát ugye ez a szociológia, mint olyan, hát már nagyjából valami volt, de lényegben nem volt, mert ugye a Huszár Tibor által szervezett a MSZMPKB Társadalomtudományi Intézete mellett volt egy ilyen egy vagy két éves szociológus képzés, amelyben a leendő egyetemi szociológiai oktatókat képezték, hát az csak Lederer Parit, ha megemlíthetem, ő is, de hát sokan mások azon végeztek. Én
Emlékem vagy föltételezem szerint te nem vettél részt ezen a képzésen. Jó, hát két kérdés volt, amíg talán fejbe tudok tartani. Az első a Huszár Tibor és az Acélgyőr viszonyát, ezt nem tárta föl senki azóta, de ezt mindenki tudta. Tehát én ezt akkor is, ez teljesen tökéletesen világos volt, hogy neki bejárása van az Acélhoz, és ezt mindenki tudta akkor. Tehát én még gyerek voltam, de hát egy pillanatig nem volt. De volt a Kulcsár Kálmánnak is bejárása volt az Acélhoz, és a Kulcsár Kálmán ott akadályozta az embert, ahol tudta. És a Huszár Tibor, erre gondoltam, a Huszár Tibor pedig más csinált. És ez egy fontos dolog, de nem szeretnék elveszni ebben a témában. Szóval ez teljesen világos volt, és hogy a valóság szerkesztősége az nem csak a Huszár Tibor, nem csak az Acélhoz, hanem még a Berügyhöz is valahogy kapcsolódik. Azt is mindenki tudta. Úgyhogy erről talán ennyit. A másik, hogy hogy lettem szociológus. Itt van egy kis időbeni eltolódás, mert mire beindult az a tanfolyam, ami szintén a Huszárnak lett kiadva, aki a leendő szociológia tanárokat képezte ugye a Társadalomtudományi Intézetbe, ugye ez az első két évfolyam. Addigra ezek már mind publikálásra kerültek, amiket én itt elmondtam. Olyannyira, hogy a Ferke Zsuzsa megkérdezte tőlem, hogy mit szeretnék tanítani ebben a dologban. Mire, hát én még fiatal voltam, és még szemtelenebb, mint ma. Én azt mondtam, hogy én olyan egyetemen nem tanítok, amire nem felvételiznek átlagos körülmények között a hallgatók. Aztán ez valahogy eljutott, tehát lehet pontosan tudni, hogy jutott el, mert csak egy valakinek mondtam ezt, hogy eljutott a Huszár Tiborhoz, aki ezt fontosnak tartotta velem megosztani, hogy ő ezt tudja, de nem lett valahogy semmi bajom. Mert szerencse is kell ezekhez a dolgokhoz. De akkor, amikor én előtte sokat vaciláltam, hogy szociológus legyek, filozófus akartam lenni, meg történész szerettem volna lenni, vagy mind a kettő, de addigra ez már nem is volt kérdés. Nekem volt egy, nem csak nekem, hanem itt ül a Hegyesi Gábor, mi osztálytársak voltunk gimiben, Újpesten. Újpesten volt egy történelem tanárnő, aki 1963-ban szociológiáról beszélt történelem órán. Sárfalvi Bélánénak hívták, nem én már, hát borzasztó állás volt. Ez majdnem hihetetlen, még egyszer 1963-ban, úgyhogy erről tudtunk, és egyre inkább világos volt, hogy a szociológia felé fogok menni. De aztán még gimnazista koromban, vagy korai egyetemista koromban megismertem Heller Ágnest először, aztán Szerény Ivánt, akivel egyre intenzívebbé vált a kapcsolatunk. Úgy dolgoztam én tudományos segédmunkatársként, a Szociológiai Intézetben, hogy az Iván Vitoda rövid ideig tudtam ott maradni. Nem mesélni, ez mindenféle ilyen zűrös volt a munkanélküliséget, tartítottam, zűrös volt az én indulásom. De azért ne tessék valami hősies dologra gondolni, ezek rövid munkanélküliségek voltak. Nem volt nagyon kellemes akkor, de hát erről nem érdemes túl sokat beszélni.
Nagyon szépen köszönöm. Én el sem tudtam képzelni, hogy más csináljak, méghozzá azért nem tudtam elképzelni, mert valahogy úgy gondoltam, hogy olyan sok dogmát, itt nyilvánvalóan nem igaz dogmát súlykoltak belénk, hogyha van egy tudomány, amelyik azt mondja, hogy addig semmit nem tekint, nem fogadok el, amíg az nincs empirikusan bizonyítva, és ez a szociológia volt, addig nekem ott a helyem. Meg kell mondanom, hogy abban az időben én egyáltalán semmi fajta öncenzúrát nem alkalmaztam. Ezt úgy lehet ellenőrizni, mert ezt ugye mindenki mondhatja, mitől mindenki mondja is. Van nekem egy ilyen nagyon vastag kötetem, valami bonyolult címe van talán az, hogy egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika. Egy pár év adták ki, és az a 1973 és 2010 között, ha jól emlékszem, publikált tanulmányaimat adja ki. Na most én leközlöm mindezeket a tanulmányokat és még sok minden mást. Egy betűt nem változtattam rajta. És ebből látszik, hogy látszani kell, hogy itt nincs öncenzúra. Sokkal kevésbé van öncenzúra, mint ami ma érvényesül. Ma nagyon komoly öncenzúra érvényesül, részben politikai okokból, hát ezt mindenki tudja, és ennek nyilvánvaló okai vannak, részben egyéb okokból. Hát erről se beszélnék sokat, mert amíg bántják őket, addig én nem fogok rosszat mondani róluk. De hát olyan terror érvényesül gender oldalról, hogy most például a legújabb írásomban azt tartottam a legegyszerűbbnek, hogy nőkről egyáltalán nem írok. Mint ez egy olyan társadalom lett volna, ahol nők egyáltalán nem voltak, hát pedig nagyon is voltak, meg vannak is, hála Isten. Szóval ezt a vitát én már nem vállalom, ezt én már öreg vagyok. Ezt nem vállalom. Nagyon jelentős öncenzúra érvényesül például cigányügyben. Hát, hogy kit lehet cigánynak nevezni, és ehhez a kérdéshez hogy lehet hozzányúlni, mondom én, aki legalább 20 évet cigánykutatással, úgynevezett cigánykutatással foglalkozott. Ez olyan vitáknak a kérdése, hogy én ezt se vállalom. Úgy csinálok, mintha meg se hallanám, ha nagyon felmérgesítenek, akkor mondok valami nagyon csúnyát. De az nem változtat azon, hogy komoly öncenzúra érvényesül ezzel kapcsolatban is, ha az ember nem akar nyakába venni mindenféle vitákat. Tehát én megkockáztatom azt, hogy a 70-es évek elején kevesebb öncenzúrával, vagy ha lehet ilyet mondani, minden öncenzúra nélkül dolgozott és publikált az ember, mint ma. Hát nem tudom ehhez mit szoktok. Elég provokatívnak igyekeztem lenni. Tibor, szólhatok egy percre, Hegyesi Gábor? Halló? Persze, hogyan szólhatnál? Oké, köszönöm. Részben Janó, szia, meg is szólítottál. Részben meg Laci kérdéséhez egy kis színessel hozzájárulnék, hiszen én
tényleg teljesen ez a korosztály, ők az idősebb nemzedék, akiknek ez a 70-es évek, hát fiatalságnak, a szociológiának a kezdete. Egy másik típusú az én utam, és most nem azért mondom el, hogy magamról beszéljek, hanem a másik útról. Ez nem... Jábor, megközeled egy kicsit a mikrofonot, légy szíves. A fülemen van, úgyhogy közelebb nem tudok menni, de meghangosítani tudom. Most nagyon jó, nagyon vigyább lesz kapcsol. Oké, köszönöm. Szóval ugye, mint osztálytársak, egyszerre hallgattuk a Sárfalvi Béláné csodás óráit, egyszerre szerettünk bele a szociológiába, és egyszerre tapasztaltuk meg, hogy Magyarországon 67-68-ban nincs szociológus képzés. És egyszerre, illetve hát én egy évvel később a katonaság miatt mentünk a közgazdasági egyetemre, mint az első olyan egyetem, ahol legalább egy tanszék volt a Nemes Ferenc vezetésével. Csoport, kutatócsoport. Igen, igen, igazad van, és abból lett egy tanszék. Na, ez csak mint bevezető, hogy amikor én 73-ban végeztem, akkor érdekes módon a Szövetkezeti Kutatóintézetben kaptam egy szociológus állást. És erről az első évről szeretnék egy picit beszélni. Itt volt három kutatásom, mind a hármat a pártitkár bevágta a fiókba, és ráírta, hogy rendszerellenes. Ebből csak egyet mondok, ez arról szólt, hogy miért van Magyarországon húshiány. Miért van? Húshiány. Húshiány. Ugye ma ez hülyeségnek tűnik, akkor ugye arra futott ki, hogy a tervgazdaság miatt, az ártámogatások miatt nem tudnak elég húst, mármint hát állatot tenyészteni, és ezért van húshiány. Na, ráírt, hogy rendszerellenes, és nem engedte. És akkor ez az a pont, amiről beszélnék, hogy nekem például nem sikerült az az áttörés, amit szerencsére Janónak sikerült. Ezek nekem teljesen elvetik a kedvemet, hogy most ebben nyilván tehetségtelenség is, vagy érdeklődés, vagy érzelmi állapot, mindegy. Én ekkor fordultam a szociális munka felé, hogy ha egyszer nem lehet elmélet, akkor legyen a gyakorlat. És mondom ezt, arra mondom, hogy ilyen nagyon sok volt, akinek nem sikerült. Tehát az, hogy igazad van, Janu, abban, hogy ha valaki írta, akkor nem volt értelme nagyon cenzúrázni, de nem mindig, ez nem mindig egy sikertörténet. És hát nézd meg Kemény István, és a kirúgott emberek, és maga Szelényi is. Szóval a 70-es éveknek ez a másik oldala, hogy hatalmas vérvesztességeket szenvedett a magyar szociológia, akiket elhallgattattak. Szerencsére te nem vagy közöttük, ez nagy mázli, és néhányan nem. De én most igazából a rendszerre mondom, hogy ez egy azért egy színes történet, és nem csak az engedékenységek, hanem a bukásoknak is a világa. Na, ennyit akartam csak kiszínesként hozzátenni a Laci kérdését kibővítendő. Köszönöm. Hát neked a Gyenes Antal volt a főnököd, aki ilyen öreg, az tudja, hogy egy ellentmondásos figura volt. Csak azért hozom őt ide, mert volt ő is nekem cenzorom, és majdnem az egyetlen cenzor volt, aki, amit mondott, én megcsináltam. Volt a szociológiában jelent meg az egyik első írásom a vidéken élő munkások. Hát ez annak a nagyfalú kutatás alapján csináltam én azt, enyém, amit ide hoztam, nem értek munkásokról. Nem akarom csak, hogy te előled elveszel. Nem hogy mondod? Nem hallottam. Szerintem csak nyitva maradt egy mikrofon, és nem neked szóló megjegyzés volt. Folytass tovább nyugodtan. Na szóval... És akkor az Isten tudja miért, ezt többször visszavágtam, nem is tudom mikor jelent meg, évekkel később jelent meg. A Gyenes Antalnak kiadták ezt recenzálni vagy csinálni. És ő
neki voltak kritikai megjegyzései, nagyon fontos kritikai megjegyzései voltak, és én azt hiszem, hogy mindent elfogadtam, mert igaza volt. De hát ő egy nagyon ellentmondásos figura volt, és azt hiszem, hogy arra játszott, hogy valakit neki meg kell menteni, és valakit nem kell megmenteni az akkori logikával. És hát mi túl fiatalok voltunk ahhoz, hogy minket akkor, hogy mi legyünk azok, akiket meg akar menteni. De kiváló cenzor volt ő is egyébként. Igaz, de aztán mondjuk például engem kirúgott 82-ben, amikor pénzt gyűjtöttünk a lengyel hát ezért mondom, hogy egy ellenvonásos figura volt. Szó szerint, igen. Egy mondatot szeretnék még ehhez, de úgy hiszem, hogy egy kicsit elmentünk ebbe az irányba. Én Huszár Tibornak voltam az aspiránssal, és Jánossal ellentétben megéltem azt, hogy nem ment át a kezei között az, ami valami miatt nem mehetett át, miközben más, nem kevésbé problematikus írást pedig nagy vonalúan támogatott. Szóval, hogy a rendszer működésében mi volt pozitív, vagy mi nem, én úgy hiszem, mi, hát egy ugye, fiatalabbak, jóval fiatalabbak, valójában igazán nem tudtuk, éltük a világunkat, próbáltuk úgy csinálni, mintha nem volna semmi körülöttünk, de abban a pillanatban, hogyha valami olyasmit sértettünk, ami vagy tudott volt, vagy nem volt tudott, abban a pillanatban azért hát ilyen vagy olyan típusú retorzió az bekövetkezett. Egy utolsó példát hagyd mondjak, hogy ugye Sára Sándornak megjelent ez a dokumentumfilm sorozat a Dóni katasztrófáról, és valahogy úgy gondoltam, hogy ez egy olyan anyag, amelyet történetszociológiai szemináriumon fel kellene dolgozni. Fel is dolgoztuk egy nagyon jó évfolyammal, és nem tudom kinek az ötletére, de ezt rögzítettük, és hát a filmvilágnak nagy örömmel átadtuk, a filmvilág nagy örömmel fogadta, majd ösztönzött bennünket arra, hogy ennek a második részét is, mert hosszú volt, csináljuk meg, és nyújtsuk be. Ennek a megjelenésre már, ez már nagyon késő volt, a 90-es évek, igen, közel jártunk. A 80-as évek közepe voltam, a 90-es évek közelébe még, hogy a Szovjet Nagykövetség tiltakozása következtében nem tudják fogadni, mert azok a reális megjegyzések, amelyek a film kapcsán automatikusan a hallgatókban felvetődtek, ez egy originális szovjet ellenességet involvál. De én ezt úgy hiszem, ezt most ne folytassuk, hallgassuk Jánost. Jó, csak még hozzád, amit mondasz, azt erősíteném meg. Szóval én röviden igyekeztem beszélni, tehát a Huszár Tibor, aki személyzeti kérdésekben soha nem tévedett, ezt most is mondom, ami miatt sokan haragszanak rám. Én sem mentem át a Huszár Tibor szűrőjén. Volt ez a probléma, miután iskoláról írtunk meg, lakóhelyi szegregációról írtuk, amit most készültem elmondani, Csanádi Gáborral közösen. A Gábort, aki egy sokkal visszafogottabb valaki, oda választotta, én meg maradtam a közgazdasági egyetemen. Hát lehúztam ott jó néhány évtizedet, valahogy ott is el voltam, szó sincsen róla. Szóval persze, és hát nem beszél arról, hogy ez nem egy stabil folyamat volt, még ez fontos mondani, hanem itten fokozatosan romlott a helyzet,
fokozatosan romlott a helyzet, és aztán már a 80-as évek elejére egy igazán nagyon nehéz lett a helyzet. De ez viszonylag rövid ideig tartott. Esetleg még kérdés, vagy mondjam tovább? Hát szerintem mond tovább. Hogy mondod, Péter? Szerintem mond tovább. Mondom tovább. És akkor ezután csak egész röviden, mert repül az idő veletek. Ezek után én elkezdtünk iskolaszociológiával foglalkozni, és hát arra jöttünk rá, hogy az volt röviden az eredmény, hogy az iskola nem csökkenti, hanem növeli a tanulók közötti különbségeket. Általános iskoláról van szó, és hogy ennek az általános iskolai hierarchiát, amit ennek a megvalósítására kidolgozott, ennek az alján a úgynevezett kisegítő iskolai osztályok vannak, és Ferge Zsuzsával ellentétben azt mondtuk, hogy ennek az oka az nem az, hogy visszaáramlik ez, nem a túlzott szelekció, nem a túlzott és túl korai szelekció, vagy nem egyszerűen a túlra, hanem ezek a túlzott és túl korai szelekció az inkább következmény, mint ok. Egyszerűen olyan az iskola, amilyen a társadalomnak a működése. Hát ezekből nagy balék lettek. A könyvünket éppen, amikor mentünk aláírni a gondolatkiadóba a szerződésünket, szóval már jó volt, akkor még nem volt mobiltelefon. Az idősebbek ezt el tudják képzelni, a fiatalok nem. Kaptam egy telefont a szerkesztőtől, aki sírva mondta, hogy ne jöjjünk. Kérdeztem, hogy miért nem, hát ő ezt nem mondhatja el veled, hogy olyan csúnya dolog, hogy el sem mondhatja. Hát aztán kiderült, hogy a jó acélelvtárs ebbe közvetlenül részt vett, és akkor a könyv nem is jelenhetett meg. 8 év késéssel jelent meg a könyv. Én meg azt a kompromisszumot kötöttem magamba, hogy amíg publikálhatok, addig én nem megyek el Magyarországról. Hát azt elfelejtettem tisztázni magammal, hogy mit jelent, hogy mennyi idő alatt publikálhatok. 8 évre biztos, hogy nem gondoltam, és hát két könyvünk is volt, ami 8 év késésen jelent meg. De mivel ez már a konszolidált Kádár rendszer volt, az a vicc történt, hogy a könyv nem jelenhetett meg, de a valóságban a lényege a könyvnek két cikkben megjelenhetett. És hát persze sokkal többen olvasták, mint amennyien különben olvasták volna, hát akkor még mindig csak mondjuk 26 évesek voltak. Én 26, a Gábor 27 éves volt. Úgyhogy hát ilyen viccek is voltak. És akkor a kisegítő iskola, ami azt hiszem, hogy az a nagy dobás, mert azt egy Gerő Zsuzsa nevű kiváló pszichológussal, aki sajnos már elég régen meghalt, együtt végeztük ezt a kutatást, feldolgoztuk még egyszer az úgynevezett áttelepítési anyagokat, és akkor az derült ki, hogy a kisegítő iskolába járóknak a kétharmada az se nem értelmi fogyatékos, se nem magatartási problémás, csak szegény vagy cigány, vagy mind a kettő. Hát ebből óriási botrány lett,
mindenki nekünk jött. Az Acér Györgynek ilyen személyes kapcsolatai is voltak ehhez a témához. Hát nem beszélnék én erről most többet, olyan régen volt, talán igaz se volt. Szóval minden esetre ez megjelenhetett, a dolognak a lényege megjelenhetett, és nagyon sokan olvasták, és aztán a Magvető kiadónál, nem is akárhol, a Magvető kiadónál megjelenhetett ez a kiskönyv 7 évvel később. Már a rendszerváltás után, ha jól emlékszem. És aztán elkezdtünk már az iskola kutatással párhuzamosan mindenféle nagyon érdekes lakóhelyi szegregációs kérdések merültek föl, és szintén Csanádi Gáborral együtt mi azt gondoltuk, hogy csinálunk egy kis lakóhelyi szegregációs kutatást Budapestre, és azt gondoltuk, hogy a legtöbb, ami ettől várható, hogy bebizonyítsuk, hogy egy szocialista, egy úgynevezett szocialista országnak a fővárosában is van lakóhelyi szegregáció, ami szintén át a tiltott témák közé tartozott. Győri Péter, akit bizonyára sokan ismertek, nekem a legelső diákjaim egyike volt, erről írta a diplomamunkáját, és országos TDK-ra is adotta be, meg is nyerte az országos TDK-t, de a zsűri nem akarta átadni neki a díjat. Mire szerencsére ilyen is volt, Angelus Robert, aki a zsűri elnöke, azt mondta, hogy akkor a zsűri lemond, aztán valahogy átadták a díjat. Tehát ezt csak azért mondom, hogy ez egy teljesen tiltott téma volt, teljesen tiltott téma volt, de ami érdekesebb annál ennél, ugye mi azt hittük, hogy csak megismételjük azt a rengeteg ilyen témájú kutatást, amihez hasonlót Korrád György és Szelédi Iván is végeztek Pécsen és Szegeden addigra már, és hogy ez csak egy ilyen kitérő lesz. És akkor azt kellett tapasztalnunk, hogy ha járjuk a várost, mert mi igyekeztünk empirikus statisztikát, társadalomelméletet és terepmunkát kombinálni. Szóval azt látjuk, mind a terepmunkáink során, mind a társadalmi statisztikai adataink során nagyon jó és nagyon részletes adataink voltak. Azt tapasztaltuk, hogy semmi nem ott van, és semmi nem úgy van, ahogy azt gondoltuk. És akkor ezen elkezdtünk gondolkozni, ebből egy radikális kritikája jött ki az akkori városszociológiának, nemzetközi szinten is, amiből nagy viták adódtak, részben vannak még mindig, arra kellett rájönni, hogy az ember, amit könnyebben tanul meg valami új dolgot, ez máig így van, azt hiszem, velem is öregkoromban, mint ahogy elfelejt, régen megtanult dolgokat, nagyon nehezen megy. Az nagyon nehezen megy. Aztán egy idő után ez odáig romlik, hogy már új dolgokat nem tud megtanulni, és nem csak a régi dolgokat, nem csak, hogy ragaszkodik a régi dolgokhoz. Levezetesen, amikor ezt a, csak hogy egy példát mondjak, amikor ezt a dolgot megmutattuk Ferges Zsuzsának, vagy elmondtuk Ferges Zsuzsának, emlékszem, ott ültünk nála, akkor a Zsuzsa egy idő után belevágott, és azt mondta, hogy persze ez így van, hát mitől lenne körkörös egy városnak a
térbeni társadalmi elhelyezkedése. Hát a város az olyan, mint egy rossát vesz, ilyen mozaikok vannak. Egy pillanat alatt megértette, soha az életében ilyen témával nem foglalkozott. A Szerényi Iván, akihöz én sokkal közelebb voltam, és sokkal többet tanultam tőle, és aki akkor még rengeteget foglalkozott ezzel a témával, vele máig szoktunk ezen vitatkozni. Aztán arra már gondolni se fogok, hogy már gondolni sem merek, hogy mi minden új dolgot nem tudok én, már megtanulni, és még ideológiát is csinálok hozzá, hogy miért nem tanulom meg ezeket az új dolgokat. Hát ennyit az öregedésről. Parancsoljatok! Ha nincs újabb kérdés, akkor nekem lenne még pár. Most már egy picit a... Egy kicsit előbb hallottalan. Lenne még pár kérdésem, hogyha ezzel nem tolakszom be mások elé. Picit a nagy témához és a címhez kapcsolódóan. Nagyon érdekes, hogy azok az eredmények, amiket a rendszerváltás előtti Magyarország szociotársadalmi szerkezetéről mondasz, meg a szociálpolitikai eszközöknek a hatásáról, az egy picit rezonál azokkal, amiket napjainkban a rendszerváltás után látunk. Ugye nagy évben a rendszerváltás előtt és után megváltozik a politikai rendszer, a gazdasági rendszer, a társadalom is valamilyen szinten, mégis több művetben kerülgeted azt a témát, hogy számtalan ilyen kontinuitás van, ami megmaradt, ami nem változott, ami valamilyen szinten visszakapcsolódik ahhoz, hogy mi volt a rendszerváltás előtt. És az lenne a kérdésem, hogy mik ezek, amik ilyen maradandó élményei a magyar társadalomnak, és ezen belül is elsősorban a szociálpolitikának, és hogy miken múlott, hogy ezek az állandóságok megmaradtak egyáltalán. Hát ez egy ennyi kifejezés, hogy vannak olyan elemei, amik megmaradtak. Egyrészt megmaradt, másrészt sokkal rosszabb lett. Tehát az, amin ma alapul úgynevezett szociálpolitika, hogy munkanélkül nincs jövedelem, ugye, amit a miniszterelnök úr olyan sokszor el szokott mondani. Meg a kecsölés alapú társadalom, hogy ezek fölvesznek munkanélkül szerzett pénzt, ők meg itten reggeltől estig kecsolnak. Tehát ez olyan mélységekbe vezet vissza, ami a rendszerváltás előtti, tehát az államszocialista társadalomnak azok az évei, ahol ez visszavezet, amikor én még gyerek voltam. Minden esetre semmiféle kutatómunkát nem végeztem. Én amikor kutatómunkát végeztem, akkor ez ilyen szégyenlős és rejtett volt ez a negatív újraelosztás, amit perverz újraelosztásnak is szoktak nevezni, csak én ezt nem szívesen használom, ezt a kifejezést, de tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát én ezt gyerekként értem meg, meg olvastam róla, meg hallottam róla, de én ilyet már kutatóként nem tapasztaltam meg. A negatív újraelosztás fennmaradt és felerősödött, és tulajdonképpen tudatosan vállal céllá vált. Azt hiszem ez a leglényegesebb. Amikor én írtam erről, akkor hosszan írok a rendszerváltás előtti dolgokról, és a rendszerváltás utáni dolgokról röviden írok, mert hát ez annyira nyíltan folyik, hogy itt nincs nagyon mit bizonyítani. Itt csak azt látom,
hogy valamilyen módon választások útján persze egy olyan társadalmat létrehozni, ahol ezek a Nyugat-Európában és az Európai Unióban érvényesülő normák Magyarországon is érvényesülnek. Tehát ennyit tudok erről mondani, ez nem nagyon vidám kép, de nem tudok más mondani. Ez nagyon nehéz lenne, hogy valami jót is mondjak erről, bár így lenne valami jót is mondani. Csak azért kapcsoltam be a mikrofont, hogy hát János, említetted is, hogy mindegy két évtizeden keresztül cigánykutatással is foglalkoztál. Én úgy gondolom, hogy ez a probléma, ez is egy olyan, amelyért magunkkal húzunk a boldog szocializmus időszakából, és visszük mind a mai napig tovább. Anélkül, hogy valóban hatékony, értelmes megoldás származni. Hát nem egyszerűen magunkkal cipeljük, hanem a helyzet sokkal rosszabb, mert amikor én azért kezdtem el olyan későn úgynevezett cigánykutatásokkal, én nem szerettem ezt a cigánykutatás kifejezést, és gyakorlatot se, mert nincs értelme a cigányokról külön úgy tenni, mint hogyha a cigánykutatásra másmilyen szabályok vonatkoznának, és mint hogyha a cigányok egy elszigetelt, egy különálló csoport lenne a magyar társadalomban. De ez más kérdés. Az az időszak, amiről mostanáig beszéltünk, akkor még az volt a tendencia, hogy minél inkább munkához jutó. Elfogytak a munkaerőtartalékok, tehát nem szívjóságból történt ez, hanem elfogytak a munkaerőtartalékok, és még a világ végén falvakban lakó cigányoknak is, adott esetben még nőknek is egyre inkább volt munka. Voltak persze, akik ebből kimaradtak, meg mindenféle volt. Ezt annak idején a Kemény Pistáék nagyon alaposan leírták, de azért alapvetően mégis az volt a tendencia, hogy egyre kevesebb lett ilyen. Ha most aztán megfordult a dolog, mert a rendszerváltás első számú vesztesei, ha szabad ezt a becsépelt kifejezést használom, ugye a romák voltak, ők vesztették el először a munkahelyeiket, talán először nem is elsősorban azért, mert romák voltak, hanem mert olyan területeken dolgoztak, ahol először ugrott meg a munkanélküliség. Építőipar, vasgyártás, és így tovább. És hát akkor ez elkezdett érdekes lenni. Ez egy személyes történettel is összefügg, hogyha szabad ezt is megemlítenem, hogy én azt gondoltam hibásan, hogy avval, hogy Budapesttel foglalkozom, hát mégis az országnak az egyötödével, körülbelül az egyötödével foglalkozom, és ez nekem elég nagy falat életem most már a életem végéig kiúzom emellett. Hát azok már olyan közel volt, akkor már 30 éves is voltam. És aztán olyan szerencsém volt, hogy hát mindenek előtt Horváth Aladár befolyására, aki feljött Pestre, és erről a Miskolci gettóügyről tudósított minket, amit én nem hittem el,
de szerencsére lementem, vagy felmentem Miskolcra, és megnéztem, és a helyzet még rosszabb volt, mint az alatt. Addigra már még rosszabb volt, mint az alatt már elmondta. És akkor ott volt Kemény Istvánnak, ott volt a Kemény István remek kutatásai. Soltott Iliától én nagyon sokat tanultam. Havas Gábor az elejétől fogva nem csak sokat lehetett tőle tanulni, hanem együtt is dolgoztunk. Úgyhogy én akkor kezdtem el cigánykutatás, úgynevezett cigánykutatásokkal foglalkozni, és akkor egy csomó lakóhelyi szegregációs probléma is adódott, ami nem csak egy településen belüli lakóhelyi probléma, hanem az egész magyar településrendszernek sikerült egy olyan szegmensét azonosítani és térben is elhelyezkedni. Ezek az elcigányosodó a gettófalvak, ami addig nem volt eléggé világos. És ez nagyon fontos, erről a politika túl hallani sem akar, pedig ez most, ugye amikor már a járvány harmadik szakaszához közeledünk, és minden tartalék kifogyott, és ráadásul tél vége van, ami mindig a nagyon szegény embereknek a legnehezebb időszak. Hát nem ártana valamit tennének, mert nem is tudott tenni a politika, mert nem is a szólamokon kívül, mert nem is tudom elképzelni, hogy mi lesz enélkül, hogy ez hogyan fog menni. Azt mondják még egy pillanatra, bocsáss meg, hogyha megengeded, a cigánykutatások, ott is az történt, hogy azt gondoltam, hogy egyszerűen átveszi az ember azt, ami ebben kapcsolatban van. Én semmi különbséget nem láttam a között, amit én gondolok, meg a között, amit Kemény István és tanítványai gondolnak. És akkor belekeveredtem egy olyan dologba, először teljesen véletlenül, amiből ez a ki a cigány vita, abból is nagy balé volt, talán ismerik, kinőtt. Ugye arról volt szó, hogy valami kutatásra készültünk, szegény kutatásra, amerikaiakkal együtt, nagyon jól képzett amerikai kollégákkal együtt, és ezek a nagyon jól képzett amerikai kollégák azt mondták, hogy beszéljek cigányokról, hogy írjak valamit a legközelebbi találkozóra, mondjak meg, írjak valamit cigányokról, mert valamit nincs értelme, ezt mindenki tudja. De mégis hogy definiálom azt, hogy ki cigány? Hát gondoltam, ez egy hülye amerikai, azért kérdezni, hogy életében nem látott máshol cigát, mint a Mátyás pincében a bőgőst. És hát azért kérdez ilyen zöldségeket. És aztán minél inkább elkezdtem ebben a dolgokkal foglalkozni, először csak azt láttam, összegyűjtöttem az adatokat, és azt láttam, hogy rettenetesen eltérnek egymástól az adatok, hogy mennyi cigány van Magyarországon, meg mennyi cigány van, ez több országra terjed ki ez a kutatás, Szlovákiában, meg Romániában, meg Bulgáriában, meg nem tudom jól. És aztán az is kiderült, hogy ezek rettenetesen különböznek, mert erre én is azt mondtam, mint a Pistáék, hogy ezek rossz adatok. De az is kiderült, hogy szisztematikusan különböznek. Óriási eltérés van, 3-4-5-szörös eltérés van, meg annál is nagyobb, és mindenhol
a legalacsonyabb értéket a KSH, tehát az országos statisztikai hivatalnak az adatai adják, és a legmagasabb adatot az pedig különböző cigány nacionalisták. Különböző nacionalisták, cigány, nem cigány nacionalisták. A cigány nacionalisták azért mondanak magas számot, mert annál nagyobb kisebbségnek a vezérei ők. A magyar nacionalisták azért mondanak ilyen nagyon magas adatot, mert emlékszem én, amikor egyetemre jártam, akkor a Fekete Gyuláék már azt mondták, hogy 2000-re minden második magyar állampolgár cigány lesz. És ebben riogatták az embereket. De minden esetre szisztematikus eltérés, és akkor az ember elkezdett ezen gondolkodni. És azt is gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha nem a kutatók mondanák meg, hogy kicsit csak a kutatók mondanák meg, hanem nehogy is, de megkérdeznék a cigányokat arról, vagy megkérdeznék az érintetteket arról, hogy cigányok, meg nem cigányok, meg olyan bonyolult, addig bonyolultnak látszó dolgok merültek fel, hogy talán nem is arról van szó, hogy ez két egymástól meleven elkülönülő népesség. Hát mit csináljunk a félcigányokkal, meg a helyetcigányokkal, meg mi van akkor? Jó, hogyha valaki egy cigány nőt vesz feleségül, akkor vagy a cigány nő asszimilálódik nagy eséllyel a nem cigányokhoz is viszont. De hát azért talán ezt érdemes lenne megnézni, hogyha ilyen pótkását játszva ilyen határozott számokat mondjuk arról, hogy mennyi cigány van Magyarországon. És akkor hát nem megyek bele részletekbe, sokáig kutattuk ezt, és akkor Szerény Ivánnal közösen írtuk erről, hát amiből óriási balé tört ki, és hát ez az az én már említett másik napjainkban is zajló öncenzúrám, hogy erről nem nagyon akarok írni és beszélni, mert nincs értelme. Mert én azt hiszem, hogy erről mindent elmondtunk, és ráadásul minden olyant elmondtunk, ami az utolsó 100 évben teljesen evidens a nyugati irodalomban, és én nem akarok erről vitatkozni. Én már öreg vagyok ahhoz, hogy erről vitatkozzak. Végül is ugye a magyar szociológia ováig jutott el, hogy mindenkinek igaza van. Hát ez szokott mindig, mindenkinek igaza. Annak is igaza van, aki ezt mondja, meg annak is igaza van, aki az ellenkezőjét mondja. Na most tessék engem ebben béké hagyni. Bocsánat, a Hubai kollégának megszakítottam a kérdését, elnézést kérek. Semmi gond. Igazából csak azt akartam kérdezni, hogy te, ha jól tudom, Csenyétén ütközött. Főleg, ami hát ugye az utóbbi időszakban nem azért került a hírekbe, mert hogy olyan nagyon előre haladott lenne az integráció, lássuk a mentőseket, hogy itt a sok negatívum, rendszer probléma, tovagyűröző, rossz tapasztalat mellett látsz bármiféle pozitívumot, ha nem is az országos szintjén, de hogy a helyi szociális munka, kutatások, társadalmi tudósok segítésével, valami közösségteremtés, munkaerőpiaci programok, kilábalások, lehetőségek nyújtanak, hogy legalább attonként valakiknek az életét szebbé tegyük, vagy ez egy ilyen teljesen reménytelen eset, amiben hát előbb-utóbb rájövünk, hogy morálisan nem elengedhető, de hogy nem úgy néz ki, hogy ebből egy kilábalás történik. Hát én azt látom, és ezért szoktak engem többek között pessimistának nevezni, de azért én hozzátenném, hogy amire én valami pessimista képet kapok, az a valóságban mindig hurrá optimizmusnak bizonyult, tehát sokkal rosszabb dolog következik be, mint amit én valaha mertem erről gondolni. Csenyétére is ez vonatkozik.
teljesen nyilvánvalóan azért fogtuk bele ezek a távoli és az számunkra ismeretlen kis falunak a vizsgálatába, mert abban reménykedtünk, hogy ez ugyan egy rettenetes nehéz helyzet, és rettenetes nehéz valamit tenni, de azért valamilyen módon ki lehet lábalni ebből a problémából. Hát ebbe tévedtünk. És az a kisebbik baj, hogy mi tévedtünk, mert ez az ember elismeri és leírja, mint ahogy a Szentlélekben a közösen írt könyvünkbe le is írtuk, szépen részletekbe menően leírtuk, hogy a különböző dolgokban hogyan tévedtünk, de az a baj, hogy azóta is, pedig ez nagyon régen volt, ugye a rendszerváltás előtt elkezdtük már ezt a csendjétek mutatást, ami aláhagytunk a talán még lesz idő, hogy elmondjam, hogy miért az utóbbi években aláhagytunk. Részben talán a dolognak a kilátástalan volt a miatt, de majd beszélek. Körülbelül, igen. Talán egy megjegyzés, János, hogy itt mondtad ezt a, ez a van-e cigány szociológia, vagy nincs cigány szociológia kérdés, hogy itt ugye én, mint cigány szociológiával sosem foglalkozó ember, viszont egy ilyen tudomány szociológiai szempontból rálátva a dolog, hogy azért úgy tűnik, hogy itt van két önállósult, mondjuk így, hogy érdekel. Mondjuk van egy ilyen inkább társadalomtudományi jellegű, ami mondjuk ez a cigány ügyet alapvetően, mint egy ilyen szegénységű, szegregációi, települési ügy, stb. Ragadja meg. És van egy ilyen bölcsész érdekkör, amelyiknek a történész, néprajzos, kultúrantropológus, stb. Érdekkör. Tehát valószínűleg itt arról van szó, hogy itt van egyfajta intézményesültsége ennek a két álláspontnak, amelyeket nem kell egyetérteni, hiszen az egyikhez mondjuk így tartozol. Csak arra mondom, hogy én azt hiszem, hogy itt ez egy két létező, ilyen értelemben létező álláspont. Ez az egyik, a másik dolog meg ezekhez a létszám dolgokhoz, ugye ez csak analógiás történet, hogy egy olyan bő évtizeddel ezelőtt, vagy inkább másféllel ezelőtt, a Karsai Laci, lehet az évtizede is volt már, egy Karsai Laci írta abban az ügyben egy könyvet, hogy volt-e cigány holokauszt Magyarországon, vagy nem volt. Igen. Na most ugye ez az a tipikusan az a történet volt, és ezt előre megmondtam a Lacinak, hogy ez egy olyan történet, egy olyan fajta vita, amiből nem lehet jó kijönni. Mert ha azt mondod, hogy nem volt cigány holokauszt, akkor persze azért, mert neked csak a zsidók számítanak típusú érvet kapod a fejedbe. Ha meg azt mondod, hogy volt cigány holokauszt, akkor meg azt mondod, hogy relativizálod azt a különbséget, ami a szisztematikus kiírtásra irányuló, illetve arra nem irányuló népírtás között van. Péter, kérhetem azt, hogy itt most álljunk meg egy pillanatra, mert én már elvesztettem a fonalat. Csak annyi az állításom, hogy a cigányok vagy romák létszámáról szóló viták, azok is, akár csak a cigány holokausztról szóló viták, olyan ideológiai és politikai előfeltevéseket hordoznak és implikálnak, amiből teljesen jól tulajdonképpen kutatóként nem lehet kijönni. Tehát bizonyos értelemben nincs az az állításom, hogy tehát korrekt társadalomtudományi válasz arra a kérdésre, hogy hány roma van Magyarországon, nincs.
erre a kérdésre értelmes válasz, hanem csak olyan válasz van, hogyha azt nézzük, hogy a környezete hány ember tart romának, akkor hányan vannak, meg ha azt nézzük, hogy önmagukat hányan definiálják romának, akkor hányan vannak. Igen, hát megpróbálok valahogy válaszolni ezekre a kérdésekre. Kezdem a Laci, megbocsát, kezdem a Péternek a kérdését, mert azt még nem felejtettem el teljesen, és aztán visszatérünk a tiédre. És a kezdeném a legvégén, hát arra még emlékszem. Hát ki, hol van az előírva, hogy mindenre egy tudományosan definiált és érdekektől független számot lehet mindenre adni. Hát ha már azt kérdezem, hogy milyen messze van Pécs Budapesttől, arra is különböző számokat lehet adni, mert az a kérdés, hogy autóval vagy vonattal, és ha autóval, akkor az autópályán vagy a és így tovább. Nincs minden. Ez egy pozitivista múltszázad elejére vonatkozóban jellemző felfogás volt. Ez az egyik, amit ezzel kapcsolatban mondanám. Hát, hogyha rossz a kérdés, azt szoktam mondani, hogy hülye kérdésre csak hülye választ lehet kapni. Ebből tényleg nem lehet kijönni, hogyha rosszul kérdezek. Ez az egyik. Másik, amit mondanék, hogy nincs olyan jelentős különbség köztünk, ezek ilyen személyes dolgok, amiket én megörököltem a Kemény Pista és a Szerényi Iván között, én ezt csak megörököltem, olyan szerencsétlen vagyok. A Pista tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint amit mi mondjuk. Azt mondja, hogy ki a cigány, az konstitúció kérdése, mert ha nem ezt mondaná, nem azt mondta volna, hogy ez konstrukció kérdése, akkor a kérdői végén levő kérdezőbiztosi utasításba leírná azt, hogy az a cigány, ugye azt kell cigánynak tekinteni, akinek, mit tudom én, fekete a haja, barna a szeme, csirkét lop és közben hegedül. Ugye? De hát nem ezt teszi, hanem megkérdezi a cigányokkal foglalkozó különböző hivatalnokokat és szakértőket, hogy az ő területükön ki cigány. És akkor megkérdezi az orvost, és megkérdezi a cikóbisak, ja bocsánat, a Cigány Koordinációs Bizottság elnök, akkor még volt ilyen, annak az emberét, és megkérdezi a tanítónőt, és így tovább. És ahelyett, hogy leírná, hogyha így nézem, akkor ezt kapom, azt nézem, akkor azt kapom, azt mondja, hogy ő az egyetlen tudományos választ. Úgy tesz, mint hogyha ezek azonos számok lennének. Nem azonos számok, megismételtük. Egymástól nagyon erősen különböző számok. Méghozzá a szituációtól is függ ez a dolog. Hát itt iskolakutatással többet foglalkoznak. Hogyha azt kérdezem, hogy az iskolának az az érdeke, hogy azt mutassa, hogy ide kevés cigány jár, mert ez egy elitiskola, és ide nem volt cigányok, de még szegények sem járnak, akkor egész más adatot ad le az iskola ugyanazokról a gyerekekről, mint hogyha valami cigány alapon pénzt lehet kapni, akkor meg több van. Úgyhogy ez érdekektől, szituációtól, nem menjünk most bele, le is írtuk meg már idáig is többet mondtam erről, mint amit erről kell mondani. Erről akartam mondani. Úgyhogy ez van. A Karsai-féle kutatás az fontos.
nem csak nekem fontos, mert amikor ez kirobbant, akkor a Közgazdasági Egyetemen volt, mert nem emlékszik rá senki, egy kis konferencia, ahol kirobbant ez a vita. A Karsai előadta, amit előadott, és a Daruczi Ági meg a Bársony János neki ment. És hát volt ott minden, de ebből csak az az érdekes, hogy hát ugye egymástól sokszorosan eltérő számokat mondtak. És a Bársonyék, ugye teljesen nyilvánvaló, hogy a roma holokauszt és a zsidó holokauszt az annyiban is különbözik nagyon jelentősen egymástól, hogy a zsidó esetben pontos definíció van, ugye a Nürnbergi törvények alapján egy nagyon pontos definíció van. Itt ilyen jelentős eltérések nincsenek a számokban. A cigányokkal kapcsolatban a németek kétlelkűek voltak, mert ugye az is volt, hogy a cigányok árják, őket nem kell összemosni a zsidókkal. Azon kívül pedig az volt, hogy a németek precíz emberek azt könyvelték, aki eljutott valahogy Auschwitzba. De azokat, akiket elkezdtek hajtani a vasútállomás felé, és aztán megásadták velük a gödröket, és belelőtték a cigányokat, arról nincsen adat, érthető módon. Erről nincsen adat. Na most én sokkal közelebb vagyok ahhoz, amit a Karsai mond, de azért a Karsai kutatásával kapcsolatban is megmondanám azt, hogy ő neki meg egy történész kötöttségei vannak, neki az adat, ami megvan a levéltárban. És hát ez olyan, nem tudom, én Berente Ivántól tanultam gazdaságtörténetet, az első órán azt mondta, hogyha azt néznénk, hogy hogy mondjuk a régi századfordulón hogy nézett ki a magyar gazdaságnak a szervezete, akkor ahhoz jutunk, hogy minden csupa részvénytársaság, meg ilyesmi, holott tudjuk, hogy a Kombácsi trafikja, meg a mindenféle apró biznisze van, csak az nincs meg feltétlenül a levéltárban. Úgyhogy erre nagyon vigyázni kell egy történésznek. Nem nagyon tudom, hogy ott kell vigyázni, hogy mi mindent kell csinálni, csak néhány ötletem lenne. De hát nem is az én dolgom ez. Szóval a Karsainak az adataiban ő azt mondja, hogy az az egyetlen helyes adat, ami neki van. Az az egyetlen tudományos adat, ami neki van. Azt hiszem ez is tévedés. Nem olyan durva tévedés, és nem olyan önző tévedés, mint a általam korábban nagyon tisztelt Daruczi Ágiéké volt, de tévedés. Na most akkor megkérhetem azt, ha ez megválaszoltnak tekinthető többé-kevésbé, hogy a Hubai Laci ismételje meg röviden, hogy mit kérdezett, mert én nem emlékszem már, bocsáss meg. Csak annyi volt a kérdésem, hogy helyben látható-e bármi remény arra, hogy valami mozgolódás történik a roma integráció kérdéskörében? Bocsánat. Hát hát még előtte kérdeztél a roma programokról is, és ez egy nagy falat, ez a dolog. Azért nehéz erről bármit mondani, mert a magyar közvélemény, a magyar közvéleménynek a felvilágosultabb, és nem
cigánygyűlölő része is, mindig csodákra várunk. Félek ebbe belemenni, talán nem fogok erről többet beszélni. Emlékeztek még a Cserny csodára. Hát aztán láttuk, hogy mi lett a Cserny csodáról, aki ismerte a körülményeket, az már az elején sítette. Hát nincsenek csodák. Aztán már elkezdtek a különböző televízió műsorokban kitalálni valami újabb csodát. Tudomásul kell venni, hogy csodák nincsenek. Kitartóak és sok munka van, vagy munka kellene, és az állami támogatás nélkül ez nem megy. Egy faluba semmit elérni nem lehet, annyit el lehet érni, hogy eleinte mi részben azért, mert akkor a munkatársainknak egy része országgyűlési képviselő és nagy nehezen inkább kisebb, mint nagyobb összegeket tudott összeszedni különböző programokra, de mindegyik program befutsolt. Mindegyik program befutsolt, de csak tartósan lehet, állami támogatással lehet, sok pénzből lehet, egy év alatt, meg két év alatt, meg három év alatt, de azt lehet tudni, hogy a világon semmi nem érhető el. Tehát nincsenek csodák. Én nem láttam még semmit, ami működött. Ami működött, azt láttam, olyant láttam persze sokat, hogy nagyon elismerésre méltóan önzetlenül dolgozik az ezzel foglalkozó egyik vagy másik kutató. Oda is költözik, és így tovább, de hogy ennek valami különösebb eredménye lett volna, én ilyet nem láttam. Egyetlen egy példát nem tudok mondani. Na most hát felnő itt is, a romáknál is felnő egy ifjú nemzedék, amiben illik és kell bízni, úgyhogy én most nem fogom azt mondani, hogy ennek nyomát se látom, de olyan átütő eredményt nem láttam. Még annyit se láttam, és ezt már nagyon régen lehet tudni, én már nem is tudom, mikor írtam ezt le, nagyon régen lehet tudni, hogy még az se igaz, hogy a romák azokra a pártokra szavaznának, akik legalább fajgyűlölő módon közelítik meg őket. Még azt se lehet látni. Amerikában nem tudom, hogy ez mennyire közismert, de a Biden, ahogy nyert, az első, második, harmad sorban a fekete szavazóknak köszönhet. A fehér, különösen a fehér férfiak körében a Biden úgy, ahogy mondta, földcsuszamlásszerűen elvesztette a választást. Ahogy a Trump mondta, földcsuszamlásszerűen elvesztette a Biden a választást. Hát csak ez nem pontosan úgy történt, mint ahogy a Trump ezt gondolta. A fehér férfiak, hát akik megtámadták a Kapitóliumot, ott egyetlen egy fekete nem volt, ha valaki biztos nézték, és talán emlékeznek rá. Mert Magyarországon ez nincs. Magyarországon inkább erősen leegyszerűsítve a nagy településeken inkább az úgynevezett baloldal győzött, és minél lejjebb megyek a települési hierarchián, annál magasabb az aránya azoknak, akik a jobb oldalra szavaz, a Fideszre szavaznak. Hát nem tudom, hogy sikerült válaszolnom.
sikerül. Ha nem, akkor mondnék, hogy még szívesen. Köszönöm szépen, azért reménykedem, hogy vannak jó helyi programok, még hogyha maguk mértékében és mértékében nézve is jó. Meg én is reménykedem. Szeretném jelezni, hogy a Élet és Irodalomban talán egy nap volt a Setét Jenőnek, meg Orsos Jánosnak egy írása erről a témáról, amit pedzegetsz, ilyen kicsit kesernyés optimizmussal. Minden hát én is szeretem őket. Ők ebből élnek. Hát persze, hogy van optimizmusok. Hogyha én ebből élnék, attól félek, hogy még nekem is lenne valami jó, nekem is más lenne a véleményem erről. De hát hála Isten, nem ebből élnek. Elnézést, két megjegyzést hagyd tegyek már. Az egyik az adatokhoz. Nem vetődött fel itt a beszélgetésben, a KSH fölvetődött, de én úgy gondolom, hogy azért figyelembe kellene venni azt a változást, amely az utolsó három népszámlálás kapcsán a magukat cigányként definiálóknak a létszáma növekedett. Én úgy gondolom, hogy a jövőre sorra kerülő népszámlálás ebben a vonatkozásban is, én úgy gondolom, hogy egy további pozitív előrelépést fog mutatni, hiszen a 2011-es népszámlálásnál emlékezetem szerint talán pontosan mondom, 220 ezer személy vallotta magát az identitás kategóriák alapján cigánynak, és ez durván egy 40 ezerrel több volt, mint az azt megelőző népszámlálás vonatkozásában. Most ez a kérdés, hogy ki a cigány, és ez, hát most utóbbi időben ez én úgy érzem, hogy elült. Én utoljára, János, úgy emlékszem, te nem voltál ott annak a demográfiai bizottság gyűlésen a 90-es évek elején, amikor a Habliczek Lacit, én ugye a magyar népesség létszámának a előreszámítás az Lacinak folyamatos munkája volt, és egyszer rávettem, hogy a egy cigány előreszámítást is végezzem már, hogy hogyan is alakulunk majd. Amiből nagy balhé lett először. Nagy balhé lett, de hál' Istennek kivédett meg akkor, mint a Demográfia Bizottság elnökét a fasiszta jelzőktől is, a Kemény Pista, és hát a Tamás felé. Hogy ez itt a közelmúltban a rendszerváltoztatás után volt, tehát erről csak ennyi. A másik pedig az, hogy itt nem vetődött fel, hogy itt hogy valami nem megy jó, én úgy gondolom, hogy a hatalom is tisztában van, és a mindenkori hatalom is tisztában volt ezzel a rendszerváltoztatás óta, hogy nem vetődött fel, hogy másfél évvel óta a cigány ügyek, vagy a roma társadalommal kapcsolatos ügyeknek az intézése az EMI-től átkerült a belügyminisztériumhoz. És én hát nem tudok mást mondani, mint hogy az összes pozitív attitűdömet a Máltai Szeretetszolgálat egyik vezetője, az, aki ezt az államtitkárságot vezeti, elnézést, hogy a nevét jelen pillanatban elfelejtettem, és nem tudom mondani, hogy azok a törekvések, amelyeket a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül végzett, hát lesz belőle országos is, mert eddig Jánossal értek egyet, hogy folyamatos, jelentős támogatás nélkül, és folyamatos támogatás nélkül eddig egy-egy helyen, vagy támogatással, időszakos támogatással egy-egy helyen sikerült jelentős előrelépést csinálni, de amint ez a támogatás megszűnt, vagy ez a segítség megszűnt, lényegében visszahullott minden a régibe. Hogy most ezt meg lehet-e csinálni társadalmi szinten, vagy nem, én erre szkeptikus vagyok, én úgy gondolom, sajnos nem, miközben, mint a Zsuzsa köszöntése kapcsán is már felmerült, hogy az egyik jelentős, vagy talán a legjelentősebb népesedési és társadalmi problémánk a hazai cigánysággal való együttélés, és itt én említettem az előbb, és most megint megismétlem, Jánosnak biztos emlékszel az előadásodra a Demográfiai Bizottság ülésre, ahol felhívtad a figyelmünket, hogy a cigány kérdést önmagában nem lehet nézni, hiszen ez
csak pontosabban a szegény kérdést nem lehet cigány kérdésként definiálni, hiszen emlékezetem szerint azt mondtad, hogy 30 vagy 36% azoknak az aránya, akik ebbe a csoportba a cigányság részéről tartoznak. És még egy apróság a mögöttünk hagyott rendszernek a természetéhez, hogy hasonló botrányt okozott a úgynevezett szegénységkutatás. Igen. Mert a boldog szocializmusra ilyen, hogy szegény nem volt. És hát az idősebbek biztos emlékeznek, hogy Gödöllőn volt az a szociológiai vándorgyűlés, ahol nagy tekintélyű és igazán nagy volumenű szociológusunk Szalai Sándor, akkor, ha jól tudom, akkor mondta először, és használta azt a fogalmat, hogy többszörösen hátrányos helyzet. És még szegény ezt a jelzőt használni nem lehetett, vagy nem volt illdomos, addig a többszörösen hátrányos helyzettel kapcsolatos kutatások elindultak. Ez a Fehér Zsuzsa leleménye volt. Az a bizonyos szociológiai vándorgyűlés, ami Kőbányán volt a művelődési házban. Igen, bocsánat, jött létre, arra följött tétein a legenda szerint, hogy akkor már Szalai Sándor nagyon öreg volt, és hát a rossz indulatú legenda szerint, és valami jót szeretett volna csinálni, és akkor valahogy keresztül verte azt. Akkor már volt a SZETA, és valahogy keresztül verte azt, hogy legyen, hogy erről szóljon ez a bizonyos vándorgyűlés, és a SZETA-t hívják meg. Ez egy nagy dolog volt, nagyon érdekes előadások voltak, de aztán én úgy emlékszem, hogy a hatalom úgy döntött, hogy megvigálja a problémát. Nem nagy botrán sem csinál belőle, hanem megvigálja a problémát. Na most, igen, ez csak azért mondom el röviden, mert hogyha az idősebbek meg, akik ebben foglalkoztak, azok már lassan úgy van, hogy ilyen számokat mondanak egymásnak, és akkor tudják, hogy miről van szó, de arról van szó, hogyha azt egymással tegyem, hogy szegény, ami persze szintén konstrukció kérdése, és cigány, ami szintén konstrukció kérdése, hogyha ezeket egymással vetítem, akkor kiderül, hogy nem minden cigány. Bár nagyon sok cigány szegény, de még a többsége se szegény a cigányoknak, és a szegények közül nagyon sok cigány, de és így tovább, és akkor én megpróbáltam erre mindenféle adatot mondani, ami nem az egyetlen lehetséges adat, csak azt illusztrálja, hogy a két problémának az összetolása az a társadalomtudományi nem bizonyítható. Hát ennyit gondolok én erről. Ez meg is jelent, azt hiszem, mindenhol megjelent, éppen csak musical nem volt. Megjelent különböző helyeken. Hát mi csináljuk, Péter, ez most már egyrészt az én szeretnél szünetet tartani, János? Hát adhatunk szünetet, és mondhatjuk azt, hogy még két kérdést meghallgattuk, és aztán befejezzük, aztán egy emberbaráti megoldás. Támogatom. Nem tudom, hogy ki mit, Timi. Én azt csinálom, amit ti mondhatok. Szóval én azért támogatom ezt a másodikat, mert sajnos el kell mennem, és szeretném a végét is meghallgatni, és Jánost ismételten és ismételten üdvözölni. Hát parancsoljatok akkor. Én iszom addig egy pohár vizet. Akkor elnézést, egy kérdést feltehetek, János.
Hát csak annyit, hogy örülnék, hogyha két mondattal azt a változást, amiről többször szóltál, egy picit részleteznéd, vagy értelmeznéd, hiszen elnézést az ELTE szociológiai tanszékéről téged egy a szociológia egyik fene gyerekének tartottak, vagy tartottunk, vagy én is tartottalak, és most meg egy igen kedves, szelíd, hogy mondjam már, idősödő fiatalemberként mutatod magad. Hogy mik azok a egy-két összetevő, amely életedben ezt a változást létrehozta? Hát először Fene gyereknek a Murányi Gábor barátom nevezett a szintén a könyvemről írt recenzióban nevezett a magyar szociológia Fene gyerekének, ami hát én a Murányi Gábort nagyon szeretem és nagyon tisztelem, ő egy kiváló újságíró, és amikor elkezdtünk cigányügyekkel, vagy a Miskolci gettóval foglalkozni, akkor ő volt az, aki valahogy benyomott egy ilyen kis rövid hírt a magyar nemzetbe erről, és ezért különállás vagyok neki. És hát azért különállás vagyok neki, hadd ez a reklám helye, hadd mondjam el, hogy a Murányi Gábornak elküldtem a könyvet, elolvasta, és aztán találkoztunk, és akkor azt mondta a Gábor, hogy én nem is tudtam, hogy te magyarul is tudsz. És akkor ez nekem nagyon jól esett. Tényleg ez egész másképp volt ez a legutolsó könyv megírva, mint a többi, tudatosan. Na most, és akkor az Őrként Tóni nevezett még Fene gyereknek. Ennek én nem örülök. Nem lenne azért, mint hogyha az ember nem vállalná, hogyha ezt mondják. De én soha nem voltam Fene gyerek. A magyar szociológia volt Fene megalkuló. Én nem voltam soha Fene gyerek. Tessék olvasni engem. Soha nem voltam Fene gyerek. Hát miért kell ahhoz Fene gyereknek lenni, hogyha különböző kutatók, akik évtizedek óta kutatásból élnek, és annyi bölcsességet tudnak kitalálni, hogy ennek is igaza van, meg annak is igaza van egy kicsit, meg nem tudom én mi. Hát ez nem kell Fene gyereknek lenni, hogy az ember azt mondja, hogy ez valószínűleg ilyen nincsen. Én nem voltam én soha Fene gyerek, csak nem divat bizonyos dolgokat fenyegetni a magyar szociológiában. Szóval most találtam ki, úgyhogy elismétlem. Szóval nem voltam én soha, és nem vagyok Fene gyerek. A magyar szociológia szörnyű helyzetben van, és Fene megalkuló. Ennyit erről. Én ezt gondolom erről. De ettől semmi baj nincs azokkal, akik engem Fene gyereknek neveztek, mert valami fontos dologra irányítottak rá a figyelmet. Nagyon jó lenne, hogyha erről lenne valami vita, de semmilyen vita nincs róla. Hát persze Covid van, meg semmi sem működik, de az az érzésem, hogy különben sem lenne erről semmi vita, ez megiszonyú alá lesz söpörve. Köszönöm szépen, János. Én köszönöm. És akkor az a Péter rende van részedről, akkor ha jól értem, az utolsó kérdés jön, ha van egyáltalán. Nekem van, ha más nem kérdezne, akkor én igen. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Igazából részben
képzésben lévő, és részben pedig 20 éve a terepen dolgozó szociális munkásként, így a mai nap után ilyen nagyon ambivalens érzéseim vannak, meg furcsán is érzem egy kicsit magam, és azt szeretném kérdezni, hogy van-e olyan, nem biztos, hogy jól meg tudom fogalmazni, olyan jó tanács, vagy üzenet, vagy bármi ilyesmi, amit kaphatunk, hogy hát, hogy most így nagyon a hogyan tovább foglalkoztat engem, amellett, hogy nyilván a mindennapokban csináljuk, amit eddig is, hogy van-e bármi ilyen, amire így még a nagyon persze sok évig aktívan és a terepen ott léve, hát, hogy amire így figyeljünk, vagy amit így mondana nekünk. Hát én azt mondanám, elnézést, de pláne fiatal hölgyeknek nem mondok én ilyen szívesen, de amikor én szociológus lettem, ahogy elhatároztam, hogy szociológus leszek, akkor esélyem nem volt arra, hogy állásról lesz, és valaha valamit publikálni fogok tudni. Kisebben tudnék kevésbé. Így voltunk nagyon sokan. És azért ez ma talán nincsen. Ma is nagyon nehéz, de talán nem ennyire. És másrészt pedig inkább felsorakozott egy csomó más szakma, amivel esélyesítse elkezdeni. Ez már nem is jó kategorizáció, mert az ember, hogyha a gyerekeinek a barátait megkérdezi, hogy mit csinálnak, akkor mindegyik valami hosszú dumába kezd, hogy mi mindent csinál. Ez nem úgy van, hogy elvégezte az ember az egyetemet, és aztán elhelyezkedett, és így tovább. Úgyhogy ez az egyik, amit mondanék, hogy hát van ez a vicc, hogy a helyzet reménytelen, de nem komoly. Szóval nem annyira reménytelen a dolog, ez az egyik, amit mondanék. Aztán a másik, amit mondanék, hogy hát ez egy paradicsom egy szociális munkás vagy egy szociológus számára, ami most itt van, mert még nem telt olyan hosszú idő el, amikor az emberek emlékeznek arra, hogy mi volt, és itt van előttünk egy teljesen megváltozott társadalom, és ezt még senki nem írta le rendesen. Nem arra gondolok, hogy egy nagy könyvet írni, ahhoz még sok idő kell arról, hogy mi történt, de legalább az elemei. Ez nem történt még meg. Ez nagyon érdekes. De ne gondoljunk bele, hát Olányi Károly, amikor a Great Transformation, mi ez, a nagy átalakulás, ha jól mondom, írta, akkor ő abból élt, hogy Angliában nem volt állása, és munkásokkal csinált interjúkat, akik a nagy válságra visszaemlékeznek. Hát maguknak itt van maguk előtt ez az egész dolog, és hát nagyon sok értelmes dolgot lehetne mondani. Hagytunk helyet eleget. Nem azért, mert hagyni akartunk, hanem azért, mert nem voltunk elég okosak és szorgalmasak. Úgyhogy ez. Mondanék ennél talán egyel konstruktívabb gondolatot, ha megengeded. Igen. Szóval itt azért azt gondolom, hogy ugye az orvostudományban ugye van a palliatív orvostudomány, és van a aktívan gyógyító orvostudomány, meg van a halálba kísérés, meg a... Tehát magyarán, ezt most arra mondom, hogy itt azért a szociális munkás és szociológia, tehát a szociális munkás, mint hogy mondjam, valamilyen értelemben cselekvő tudomány, vagy végrehajtó tudomány, vagy végrehajtó tevékenység, azért világos, hogy mindig két részre oszlik. Egyrészt ezekre a
rendszer szintű dolgokra, amiket persze leginkább csak tanulmányozni tud, meg leírni tud, és ugyanakkor meg egy ilyen palliatív elemre, ami azt jelenti, hogy, konkrét helyzeteket tud gyógyítani, vagy nem gyógyítani. Tehát ez az, amit a Hubay Laci is kérdezett, hogy vannak-e jó megoldások, és erre az a válasz, hogy igen, abban az értelemben vannak jó megoldások, hogy embereknek a konkrét embereknek a sorsa rövid távon átmenetileg lehet jobb. Na most hosszú távon viszont mindannyian meghalunk. Tehát nincs, tehát ebben az értelemben a tudományban valószínűleg szétválik, vagy legalábbis a szociális munkánál talán szétválik a rendszerleíró funkció, és hát ez a, mondjuk azt, amit az előbb palliatívnak neveztem, tehát hogy a konkrétan beavatkozó funkció. Na most a rendszerleírásra meg, hogy mondjam, pozitív narratívát tudom mondani, hogy nem tudom, mindenki ismeri-e, vagy talán sokan ismerik, a Klemperernek van egy kiváló könyve, a harmadik irodalom nyelve. Ugye egy zseniális nyelvész volt, és ült a pincében, és írta le a német birodalom működését, és hát azt, hogy a nyelvi eszközökkel a német birodalom hogyan ejtette foglyul a saját lakosságát is, meg hogyan démonizálta magát a rendszert, de már dörögtek az ágyuk. Na most én ezt tudom mindenkinek javasolni, hogy próbáljuk meghallani, hogy hát ha már dörögnek az ágyuk. Tehát, hogy egyfelől leírjuk a rendszert, aminek a haszna elsősorban akkor lesz, amikor már a Führerbunkerre kitűzik az ászlót. De attól dolgozni még kell, tehát akkor lehet majd jól olvasni a harmadik irodalom nyelvéről, hogyha valaki azt leírja. Tehát ez ahhoz a kérdéshez is szerintem adekvált, amit az elmúlt alkalommal beszélünk, hogy mennyit hatnak a társadalom tudósok. Persze, a szovjet, amerikai és angol hadsereg funkcióját nem tudjuk elvégezni a helyen. De ezek a leíró funkciók az újjáépítésben hihetetlenül fontosak lehetnek. Hát amit mondtál erről a kétfajta társadalom tudományról, én egész életemben azt gondoltam, hogy ezeket közelebb kéne hozni egymáshoz. Mert hogy az egyik se ér semmit, hogyha a másikra oda se figyel. Ezt is csináltuk, ugye, ami erről egy beszámoló, a Csenyéte könyv, ami nem egy rendes értelembe vett szociológiai könyv, mert azt mondjuk, ezt mi action research, akciókutatásnak hívtuk, úgyhogy tulajdonképpen a mi kutatásunk is vizsgálat alá van véve. Tehát ez mi más, mint a kettő együtt. Úgyhogy én ezt nem tudok jobban javasolni. Én ezt javaslom, és nem érzem, hogy olyan távol lenne a kettő egymástól. Abban nekem mindig bajom volt, elnézést kérek, amikor van nekem akkor mindig bajom volt, amikor szociális munkások legszívesebben saját magukról beszéltek. Remek példákat tudok erre hozni. Valaki miniszter is lett ebben a programmal. Elmondta, hogy hát ő nagyon tiszteli a más fajta kutatást, bármint hogy aki szegényekkel közvetlenül foglalkozik, de őt ez valahogy nagyon deprimálja, ő szomorú ettől. És akkor már elkezdett egy karjarral arról beszélni, hogy
hogy miket mondtak egymásnak a szociális munkások. És hát a szociológusoknál is, aki említettem ezt a kőbányai szegénységkonferenciát, illetve nem én, ketten is említettük. Hát ez úgy zajlott Kőbányán, hogy akkor még a 9-es busz a Vörösmarty térről egyenesen kiment a Pataki István térre. Egyenesen. Úgy mentek oda a magyar szociológusok, hogy úgy beszélték meg egymással, hogy ki kit visz kocsival, mint amikor én mondjuk egy Zala megyei apró faluba készülök. Azt meg kell beszélni, mert nem megyünk annyi kocsival, ahányan vagyunk. Aztán el kellett menni ebédelni. Mi a Sanádival pontosan tudtuk, hogy Istennél lehet tenni a sörgyárnak az éttermébe, ahol mellesleg a legjobb sört is lehetett kapni, mert egyenesen a sörgyárból. Ezek a szerencsétlen emberek nem tudtak hol ebédelni. Szóval olyan mértékig a város se ismerték, ugye ennek semmi értelme, egyiknek sincs semmi értelme. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, valahogy arra kéne törekedni, amire nem lehet minden nap törekedés, nincs minden munkával kapcsolatban így, de legalább arra kellene törekedni, hogy hosszabb távon ez a két dolog párhuzamosan zajoljon. Köszönöm a válaszokat. Én meg a kérdést. Ha szabad Péter egy másodperc. Tudom, értem én. Most én már ittam egy pohár vizet. Oké. Nagyon felspannol Deák Edit kérdése, és amit Janó mondtál a végén, az csak tehát a szociológia oldalról, meg szeretném erősíteni a szociális munka oldalról, és én is hozzátenném, hogy nem a reklám helye, de véletlenül most adtunk ki egy jó vastag kötetet, ami a tudományos kutatás és tudományos és szociális munka végzésének a közelítéséről szól, és pontosan így nevezzük azt a szociális munkát, amit sokan ideálisnak tartunk, hogy az egyben egy akciókutatás. Mondd még egyszer, Gábor. Tehát olyan szociális munkát írunk le, amit úgy hívunk, hogy akciókutatás. Tehát hogy a szociális munka az egy folyamatos akciókutatás, ahol az intellektuális erőfeszítés, az abstrakció és a cselekvés tulajdonképpen egymást segíti. Mert ami eredményt kapok, tudományos eredménynek is nevezhetem, azt rögtön visszaforgatom a szociális helyzet javítása érdekében. Tehát a Editet nagyon biztatnám, hogy tényleg tekintse a mostani világot, hát reálisan persze nagyon nehéz, de hihetetlen lehetőségek rendszere is, vagy ilyen jó példákra gondolni, mint a Mérei Ferenc, aki börtönben írta meg azt a munkáját, amit a világhírű lett, fölkeltette magát éjszaka, és a saját vérével írta le az álmait. Álmok a börtönben. Hát cselekvés, remélem, itt nem tartunk, tehát erről nincsen szó. Csak hogy érzelmileg nagyon nehéz, tehát szupervízió, egymással beszélgetni, csoportot alkotni, önkéntes munkát csinálni, az muszáj, hogy az érzelmi részében megvédjük magunkat, de cselekvésre hihetetlen sok tér van. Nem azt akarom, hogy minél rosszabb, annál jobb, ez hülye demagógia lenne, csak nagyon biztatnám a szociális munkás kollégáimat, tanítványokat, hogy hát nagyon nehéz, de a szakmánk erről szól. Ez a üzenete, hogy akkor is, amikor nagyon nehéz, akkor dolgozzunk, lesz jobb. Szóval a történelem hullámzik, hát ez a másik nagyon nagy bölcs mondásom lehetne. Van jobban, ez az időszak el fog múlni, ez teljesen biztos, de ahhoz, hogy elmúljon és jobb legyen, ahhoz nekünk most dolgozni kell. A francia forradalom előtt 100 évig írták az enciklopédiát, és ebből egy új világ lett.
Tehát most mi készítjük az új világot. Úgyhogy sok erőt Edith ne adja föl, és többiek se adják föl. Jó? Csak Janó megerősítéseképpen ezt akartam mondani, és köszönöm a délutánt is. Sziasztok! Köszönöm! Köszönjük szépen! Van-e még kérdés? Vagy elengedjük Jánost? Elengedjük őt is, meg másokat is elengedni. Ugye csak többiek azok szabadon távozhatnak. János valószínűleg vár a műsorvezetői engedélyre. Úgyhogy kedves barátaim, én azt hiszem, hogy egy kellemes és nagyon tanulságos délutánt töltöttünk itt. És akik később jöttek, azok egy-két napon belül az interneten megnézhetik ezt a mai beszélgetést. János, még búcsúzó, bevillantod az arcodat, hogy mégis az legyen a búcsúzás, ha már tudod kapcsolva? Majd most ezt mond még egyszer, légy szíves! Bekapcsolod egy másodpercre a képernyődet? Hát, hogyha jól gondolom, hogy nem volt be, én azt hittem, hogy végig be volt kapcsolva. Egy nagy nyílbetűt láttunk. Most láttok? Most láttok? Nem. Jó, de lát, mindegy, az mindjárt, elején láttunk. Mindjárt jó lett, mindjárt jó lett. Igen. Jó. A Veszeli Annát látom nagy örömmel. Szia, Anna! Bocs, nyugodtan egyél, nem akarok zavarba hozni, csak örülök neked. Igen. A kaja hozzátad. Nagyon szépen köszönök mindenkinek. Már mindjárt lehet engem látni. Jó, tehát köszönök szépen mindenkinek mindent, és akkor köszönöm szépen az előadást, és köszönöm szépen a jelenlétet mindenkinek. Szervusztok, minden jót kívánok. Péter, kösz, és az egész napot is kösz, reggeltől mostanáig. Nagyon klassz volt, jó? Jó hétvégét mindenkinek. Köszönjük szépen, szervusztok. Szevasztok, sziasztok.